új helyre került a Petőfi szobor? Erről kérdeztük Vas Rozáliát. Új helyet kapott, új helyre került a Petőfi szobor Kisteleken. Ezzel kapcsolatban kérdezzük Vas Rozáliát. Köszöntelek, beszéljünk erről, hogy hogyan is jött ez, hogy új helyet kapjon a szobor. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Kisteleken az általános iskola átépítésével kialakult az a helyzet, hogy maga a Petőfi szobor és ugye a megemlékezés helye az iskola udvarán belülre került, illetve ugye a szobor nagyon beszorult, és az önkormányzat szerette volna, hogyha ez egy méltó helyre kerül. Aztán ami szerencsénk volt, hogy a pont Petőfi Sándor születésének 200. évforduló alkalmában a Nemzeti Kulturális Alap létrehozta a Petőfi Ideiglenes Kollégiumot. Ők megírtak ki egy pályázatot Petőfi szobrokkal kapcsolatosan, és ebben lehetőségünk nyílt arra, hogy ezt a szobrot áthelyezzük, illetve hogy egy méltó kis környezetet létrehozzunk belőle, és így jött létre ez a tér, ami tulajdonképpen az iskola mellett van, a Petőfi utcára, és Petőfi utcára nyílik, és bármikor ide jöhet, aki szeretne, ugyanakkor a megemlékezésnek is egy méltó helyet tud biztosítani. A kivitelezés során arra törekedtünk, hogy az iskola stílusához is illeszkedjen, illetve Petőfi Sándor, illetve és a március 15-i időszak szelleméhez is méltó legyen, és így jött létre a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ez a hely. 1,5 millió forintot nyertünk támogatást, és 2.800.000 forint körüli összegbe került a tér kialakítása. Így az önkormányzat is a saját erőt hozzárakta, ebből alakult ki ez a jelenleg látható tér. Ami még itt fontos, hogy igazából igyekeztünk a meglévő elemeket is felhasználni, tehát az iskola ugye szikla vagy terméskőből épült falát és a fala is visszaköszön a kialakításban, illetve így ugye egy sokkal tágasabb hely alakult ki a koszorúk elhelyezésére, és ezt az idei koszorúzáson nagyon sok ember részt is tudott rajta venni. Ugye március 15-én egy méltó ünnepség keretén belül úgymond kicsit föl is avatták ezt a szobrot, beszéljünk erről is. Igen, a március 15-i ünnepség szerintem az idén még kiemelkedőbb volt, mint más alkalmakkor. Jelenleg a templomból Normat Józsi tanárbácsi betanításával előadott műsort adtak elő a fiatalok, illetve átsétáltak ide a résztvevők koszorúzásra, és nagyon sok ember vett részt, látszik a koszorúk számából is, hogy igazán fontosnak tartották az idén az emberek március 15-ét. Minden évben fontos, de ugye most a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, illetve a 175. évfordulója a szabadságharcnak, illetve a forradalomnak, azt hiszem még inkább rávilágított erre a napra, illetve ennek a fontosságára. Kisteleken is megemlékeztek az 1848 és 49-es forradalom és szabadságharcról. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. A 48-as forradalom 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékeztek Kisteleken. Március 14-én a Klebersberg Művelődési Központban került sor az általános iskolások színielőadására, melyel az 1848-49. Évi forradalom és szabadságharc eseményeiről emlékeztek meg. Az 5. A, 6. A, 7. B és a 8. A osztályosok által előadott, és Szabó Zoltánné által színpadra vitt darab, Petőfi Sándor életét bemutatva elevenítette fel a 48-49-es eseményeket. Március 15-én, a Szent Misén, Antal Imre mondta el gondolatait erről a napról. Thank you.
életünket áldozta, amelyet mi ma, ha azon élvezői vagyunk, akkor megfogalmaztak néhány olyan pontot, néhány olyan vágyat, kívánságot, amelyre az életünket tekinthet. Ez az az úgynevezett 12 pont, amelyet minden iskolai vagy bármilyen más a ünnephez kapcsolódó megemlékezésekre hallhatunk. Mit kíván a magyar nemzet? 175 évvel ezelőtt a márciusi hídra élen Petőfivel, akinek ebben Presztenében ünnepeljük a születésének 200. évfordulóját, és aki nem messze tőlünk, itt az Alföldön, kis Kőrösön született 1823-ban, január 1-én. Mit kíván a magyar nemzet? Mit kíván akkor, és mit kíván ma? Mire van szüksége ma a nemzetnek, a nemzetközösségnek? Mire van szüksége ma családjainknak, kisebb-nagyobb közösségeinknek? Kimondhatom is, mindannyian a szívünkben hordozzuk ezeket a kívánalmakat, ezeket a vágyakat. Olyan sok minden gyötri az életünket, olyan sok minden befolyásolja a munkánkat, a jövőnket. Az elmúlt időszakban különösen is sok nehézséggel kellett, és ma is kell megküzdeni. Itt volt a pusztító és bénító világjárvány, most pedig itt van a szomszédunkban, a háborúban, a borzalban, már szinte érezzük a szemét, az arcunkon, de a szívünkben mindenképpen. Aztán itt van az ezzel járó gazdasági nehézség, amelyet saját életünkben, családjaink, közösségeink, munkahelyünk életében is tapasztalunk. Óriási tehetünk nehezedik rá, mint az, amit napjainkban megélünk. Mi a kívánságunk? Mi a vágyunk? Mit szeretnénk? Ha most elintennének egy üres papírt, amelyben megfogalmazhatnék 3-4-5 vagy akár 12 pontot, hogy mi az, amire vágyunk, és mi az, amire akár az életemet is költenünk, akkor vajon mi lenne az? Mi az, amiért én képes vagyok küzdeni, képes vagyok harcolni, amiért én képes vagyok bármiről lemondani, még az életemről is. Ma olyan hősökre emlékezünk, akiknek nem csak a szájuk volt nagy, hanem a szívük is. És ezért példák számára, mert a hazát, a nemzetet csak nagy szívvel lehetszett. Csak olyan szívvel, amely ezért a nemzetét dobog. Azért a nemzetét, amelyben nincs minden rendben. Ahol nem mindig úgy működnek és alakulnak a dolgok, ahogyan mi azt szeretnénk. Ahol talán sokszor nem a mi szájízünk szerint születnek döntések, vagy történnek dolgok. De ez alacsonyabb szinte is levezethető a közösségeink életében.
is voltak problémák, nehézségek, küzdelmek. De voltak nagyszínű, nagy lelkű emberek is, akik nem csak panaszkodtak, nem csak véleményt nyilvánítottak, hanem tettek is valamit azért, hogy a gondok változzanak. Ha békében vagy, akkor béketeremtővé kell válni. És nem nagyban, hanem kicsiben. Először magamban kell békét teremteni. Aztán pedig a családban, aztán pedig a közösségemben. És így tovább. Egyből nem lehet egy nagy tüzet elrontani. Először magamban kell a tüzet elrontani. Először magammal kell tisztában lenni. Először bennem kell béke legyen, higgadtság, önfegyelem, önvaló, ahhoz, hogy aztán elrázatessen másoknak is. Én hiszem azt, hogy ezek a márciusi kívjak, ezek tisztában voltak önmagukban. Tudták, hogy kik ők maguk. Elsősorban nem másokat hibáztattak. Mert magukban akartak rendet. Mi az, ami minket leginkább foglalkoztat? Általában másoknak a bajnak, hogy milyenek mások. A kérdés azonban nem ez, hanem az, hogy ki vagyok én. Milyen vagyok én? Hogyan állok hozzá a dolgokhoz én? Hogyan reagálok én? Az első kérdés tehát az, hogy mit kell tennem önmagamért. És ha ezt meg tudom tenni önmagamért, hogyha változást tudok előidézni önmagamban, akkor változni fog a környezet is. De hogyha elvállom azt, hogy minden változzon, csak nekem ne kelljen változni, csak nekem ne kelljen változni, akkor semmi nem fog történni. Akkor bármi történik, semmi nem fog nekem tetszeni. Folyamatos elégedetlen is. Békére várok, teremtsek békét magammal. Szabadságot várok, éljen meg teljesen a szabadságomat, ami nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Ami nem arról szól, hogy nekem senki nem mondja meg, hogy mit tehetek és mit nem tehetek. Hanem az, hogy igazolunk azokhoz a szabályokhoz, azokhoz az előírásokhoz, azokhoz a támogatókhoz, amelyek oda vannak állítva azért, hogy segítsenek engem, hogy megvédjenek engem. Ha valaki azt mondja, hogy akkor szabad, amikor azt csinálok, amit akar, és ha mindenki azt csinálok, amit akar, hát akkor hanem válasz. Szétszórtság, zavar. A szabadság az rendet teremt. A szabadság az békét teremt. Várjunk a békére, várjunk a szabadságra, várjunk a függetlenségre. De ez nem jelenti azt, hogy korlátok nélkül élünk. A szabadság az nem korlátosságot jelent, hanem pontosan azt, hogy vannak korlátok, amelyre ragaszkodhatok azért, hogy ne tudjanak meg. Majd a plébános megáldotta az ünneplő koszorúit, és a templom falai között került sor az ünnepi műsorra. Az ünnepség végeztével elindultak a mise résztvevője Petőfi szoborhoz, majd elhelyezték az emlékezet és tisztelet mécseseit és koszorúit. 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett díjátadót a Csongrád Csanád vármegyei önkormányzat.
Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja. Csongrádson vármegye önkormányzata 2023. március 13-án tartotta meg ünnepi megemlékezését Szentesen a Tóth József Színház és Vigadóban. A nemzeti est a himnusszal vette kezdetét, az ünneplőket majd Tényi András tanárú zongorán kísérte, majd Lajta László alapfokú művészeti iskola előadása következett. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára ünnepi beszédében elmondta, a magyarok történelme sokszor olyan, mint egy folyamatos küzdelem az önálló döntés lehetőségéért, amit szuverenitásnak is hívunk. Minden egyes nemzeti ünnepünk is erről szól, fogalmazott az államtitkár, hogy szabadon dönthessünk a sorsunkról, szabadon élhessünk. Hogy is kezdődik a 12 pont? Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. 175 év után sincs ez másként, ugyanezt kívánjuk ma is. Fejezte be beszédét Rétvári Bence. A program Csongrádson vármegye kitüntető díjainak átadásával folytatódott, melyet Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Gémes László elnök nyújtottak át a díjazottak részére. Csótiné Ördög Edit, Csongrádson vármegyéért díj. Balog László, Csongrádson vármegyéért díj. Dr. Frank László, Csongrádson vármegyéért díj. Varga Ferenc, az év vállalkozója, Csongrádson vármegyében díj. Kazi László, Csongrádson vármegye, sportjáért és ifjúságáért díj. Cseuz László, Csongrádson vármegye, sportjáért és ifjúságáért díj. Ádám Martin, Csongrádson vármegye, sportjáért és ifjúságáért díj. Mészáros Szilvia, Csongrádson vármegye, sajtódíja. Igaz László, Csongrádson vármegye, közgyűlés elnökének kitüntető díja. A Nemzeti Esten a Jövőnkért Néptánc Együttes bemutatóját követően a Békés Csabai Jókai Színház előadásában a Vést föl ezt a nagy napot című lenyűgöző ünnepi műsort láthatták a meghívottak. A rendezvény zárásaként a megjelentek közösen énekelték el a szózatot. Jubileumi alkotói pályázatot hirdet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2023-ban immáron 10. alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az iskolások körében. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az iskolások azt mutatják be, hogy hogyan menthet életet a füstérzékelő. A diákok 3 korcsoportban pályázhatnak. Szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de akár filmet is forgathatnak. A pályaműveket 2023. április 21-ig lehet beküldeni postán vagy e-mailen. Előzetes egyeztetés és személyesen a korcsoport és kategória megjelölésével. A fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok várják a pályaműveket. Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán, tűzoltó altábornok, a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az Országos Bírálóbizottság elnöke Fülep Zoltán, tűzoltó ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő. A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2023. júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kapnak, és külön díjak is gazdára találnak majd. Azaz iskola, ahonnan országosan a legtöbben pályázatot nyújtanak be, elnyeri a legkreatívabb iskola 2023 címet, ezzel együtt egy tűzoltósági bemutatót, vagyis az adott intézményben füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatást teszi majd izgalmassá a rendhagyó oktatást.